Az Alapfokú Művészeti Iskola évzáró rendezvényén a tanulók adtak koncertet, valamint díjazták a különböző versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő zenész és képzőművész növendékeket a Közösségi Házban június 12-én. A tanulók műsora után Mozerné Horga Stefánia tagintézményvezető köszöntötte a megjelenteket, s beszédében kiemelte, hogy az iskola elnyerte ebben az évben az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Továbbá összegezte a tanévet, elmondta, 489 tanulóval nyitott a tanév, ebből 306 zenei, 161 képzőművészeti és 27 fő néptánc képzésben vett részt. Alapvizsgázóink is voltak. Zeneművészeti ágon 6, és 2 záróvizsgás, képzőművészeti ágon pedig 8 alapvizsgásunk. Tovább tanulónk is van, zeneművészeti ágon csellószakon, és van egy képzőművész tovább tanulónk is. 4,8 feletti átlag az iskola összátlaga. Az iskolában immár az 54. tanévet zárták le, a zenész és képzőművész növendékek számos versenyen vettek részt, és értek el szép eredményeket ez évben is, őket szólították színpadra, ahol elismerésben részesültek. Igyekszünk minden versenyen részt venni, ami elérhető számunkra. Az idén is voltak kiemelkedő teljesítmények. Például egyik kisgyermekünk, aki szeptember óta tanult zongorázni, már áprilisban részt vett az első Orbán György nemzetközi zongora versenyen. De volt például a Sárospataki megyei részfúvós verseny, ott is nagyon-nagyon szép eredmények születtek, szinte minden gyermek helyezést hozott. Ezek mind kimagasló első, második, harmadik díjak. Volt egy országos friss Antal Gordonka verseny, ott is részt vett egyik növendékünk, aki tovább tanul. Ez is fantasztikus dolog, hiszen zeneművészeti ágon nem minden évben van tovább tanuló. Úgyhogy pont ez a tanítvány vett részt rajta. A tagintézményvezető továbbá említette a regionális népzenei és néptánc versenyt, ahol ezüst minősítést kapott egy növendék, valamint a Köncs-Boldizsár énekversenyen műdal és opera kategóriában dicsérő oklevelet kapott az egyik tanulója. A képzős versenyek szinte hetente kerülnek kiírásra, megyei, országos, sőt nemzetközi szinten, ezeken is szép eredményeket érnek el a tanulók. A megméretéseken induló növendékek rengeteg tapasztalatot gyűjthetnek, de az iskolában is számos rendezvényen, hangversenyen megmutathatják tudásukat, illetve a városi rendezvényeken is szerepelnek. A zeneiskolának, a művészeti iskolának mindig meg kell újulnia, azért, hogy vonzó legyen a gyerekek és a szülők számára. Vannak hagyományos programjaink, és vannak új programok. Nem kifejezetten tanulói program volt a két évente megrendezendő zenetanárok megyei kamarazene találkozója. Ez egyedi az országban. A Karácsonyi Házi Muzsika szintén egy hagyományos városi szintű rendezvény. A tavaszköszöntő gála műsor szintén hagyományos. Van ez a hangszerválasztó családi nap, ezt azért neveztük el így, mert itt a szülők is eljöhetnek és megnézhetik közelebbről a hangszereket, jobban tudnak, könnyebben tudnak dönteni. Hangszerbemutatókat is szerveznek a gyerekeknek, ezeket minden évben más-más témára fűzik fel. Idén magyar mesékből csemegészhettek. Ezen kívül már második alkalommal rendezték meg a Kicsinyek koncertje elnevezésű programot az előképzős tanulóknak. A tanévzáron a díjátadó után Gál János, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője bejelentette, hogy a jövő tanévtől nyugállományba vonul a zeneiskola egyik tanára, aki több mint 40 éven keresztül oktatta zongorázni és énekelni a gyerekeket. Vinnai Anikó művésztanár 38 évig dolgozott a Mezőkövesdi Zeneiskolában, az intézményvezető virágcsokorral köszönte meg munkáját. Az évzáró végén a diákok bizonyítványaikat is megkapták tanáraiktól.